Azt láthatjuk, hogy Amerikában szinte laboratóriumi körülmények között készülnek fel. Mennyivel másabb a helyzet itt Magyarországon? Most jutott el, hála jó Istennek, a magyar sport arra a szintre, hogy itt Mátyásföldön megnyílik ez a baseline sportaréna, és olyan felszereléssel, olyan körülmények között tudunk készülni a jövőben, amik azonosak az amerikai körülményekkel. Ez az évad ugródeszka lehet-e magyar sportolóknak nyitni a UFC vagy akár más nagyobb szervezetek felé? Mindenképpen ugródeszkának látom. Nem csak miattunk, hanem most elért egy arra a szintre a magyar küzdősportolók munkája, akár Boricz Ádámnak a belátó szereplésére gondolok, hogy elkezdenek felfigyelni a magyar küzdősportolókra a kiérdemelt érdemeik szerint, hála jó Istennek. Úgyhogy igen, akár Melindának a szereplése is, reméljük olyan kapcsolatokhoz jutunk, és azon is dolgozok folyamatosan, hogy olyan kapcsolatokhoz jussak, hogy akár a klub, akár más klubok magyar sportolói számára előre tudjon lépni a promótálás szinten egy sportoló. 6 rész ment le eddig a sorozatból, mennyivel másabb kívülről nézni, mint átélni ezt az egészet? Abszolút más az egész. Az első epizódot nézve egyébként egy kicsit csalódott voltam, mert nagyjából 2 hetet ölelt fel, 2 hét történéseit az első epizód is, és az 50 perc az nem adta vissza azt, ami akkor történt. Legtöbbször inkább így nézem vissza a részeket, és arra gondolok, hogy de jó lenne, ha még ez is, az is benne lett volna, hogy tudják az emberek, hogy mi minden befolyásolta még a lányoknak a teljesítményét, meg ott az életünket ott benne a házban. Mennyire éreztétek úgy, hogy irányítják azt, hogy mi történjen a házban? Az elején volt egy megbeszélés, és azt mondták a producerek, hogy ők nem akarják, hogy mi megjátsszuk magunkat, és ők sem akarnak mesterségesen hozzányúlni, vagy befolyásolni a történéseket. Ettől függetlenül azért voltak ilyen sugallatok, hogy nem is sugallatok voltak, inkább nagyon kiélezték a pillanatokat, hogyha valaki mondjuk volt egy gyengébb pillanata, mint nekem ott a kanapén, akkor arra még ugye ráadtak, hogy ugye oda dobták a fényképeket, amiket nem kértem ki még addig, és akkor az úgy az érzelemdúsabb pillanatokat úgy felvették kamerára, és mindenkinél inkább rámentek erre a hatásvadászabb felvételekre. Eddig nagyon barátságosnak tűnik az, ami történik. Tényleg ennyire jó viszonyban voltatok? Mert az eddigi epizódok, vagy az eddigi évadokban többször láttunk olyat, hogy összebalhéznak a csapatok egymással, itt viszont tényleg azt tűnik fel, hogy itt mindenki nagyon szereti egymást, és nagyon jól érzi magát. Alapvetően csapaton belül jó, tehát hogy a két csapatnak a tagjai egymással jól el voltak. A két lánya, a Lauren és az Emily volt egyébként, akik úgy külön álltak így a másik 14 lánytól, és ők, illetve Lauren ma volt is konfliktusban, tehát került konfliktusba. Egyébként ez egy nagy esemény volt, és szerintem be fogják játszani a következő részekbe, ezért nem akarom lelőni a poént, de voltak azért összezőrenések. Milyen érzés úgy felkészülni egy meccsre, hogy tudod, hogy ha tovább jutsz, akkor a saját csapattársad ellen fogod vívni a következő meccsedet? Nehéz, és ráadásul ő a szobatársam is volt, és alapvetően egy tök rendes csajszi. Nem gondolkodtunk előre. Én ezzel úgy voltam, hogy mindig a következő lépésre kell koncentrálni, a következő megmérettetésre, és akkor utána mehetünk tovább. Aztán volt egy beszélgetésem egyébként bárban, mikor egymásnak adtunk tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy én a Rachel ellen mit csináljak, ő meg a Jillian ellen mit csináljon, és nem jött szóba az, hogy mi majd egymás ellen fogunk küzdeni, de nyilván az volt bennünk, hogy az lesz a következő lépés, de ettől függetlenül szerintem mind a kettőnkben egy ilyen önzetlen segítségnyújtás volt. Efelől is úgy voltunk vele, hogy majd, hogyha összekerülünk, akkor csinálunk egy jó sót, és bunyózunk egy jót, és kikerül a jobbik. Egyre nehezebb nekem úgy csinálni, hogy nem kérdezek rá dolgokra, és neked mi volt a nehezebb, bejutni, végigcsinálni, vagy titkot tartani, mióta véget ért a forgatás? Egyébként a benti lét az nehezebb volt. Szóval, hogy nem
Egész jól fogadta a magyar közönség egyébként azt, hogy nem szabad erről beszélni. Nagyon sokan, így 80%-a az embereknek így kezdik a velem való interakciót, a beszélgetést. Tudom, hogy nem mondhat semmit, úgyhogy nem kérdezek rá, de ezt aztam azt, ha amit tudsz, azt mondj el. És mit kérdezem, maradék 20%? Hát, hogy nyertem-e? Én tovább jutottam-e? December 1-én ott leszel? Ott. Mennyit ér most Belinda? A magyar küzdősportnak én azt gondolom, hogy elég sokat beszéltük, ezeket az új távlatokat kinyitja. Jelen pillanatban mennyit ér? Hát annyira, amit majd egy adott szerzésre bele van írva. Bisping vagy GSP? Bisping. Twin Peaks vagy Amerika kapitány? Amerika kapitány. Jerzycik vagy Ronda Rousey? Jerzycik. Pop vagy rock? Rock. Jason Statham vagy Tom Hardy? Tom Hardy. Most már az én mérkőzésem következik, jövő hét csütörtök, este 7-kor a Sport 1-en, úgyhogy nézzétek és szurkoljatok nekem. Sziasztok!